Sziasztok! Ez egy kicsomagoló videó lenne. A képen látható Sony HDR CX740-et fogom most kicsomagolni. Tehát itt is lenne. Jobb gomb. Kibontás ide. Így. Egy kis várás, és aztán meg is jelent. Megmutatom. Íme. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok, Daráló! Ebben a részben egy horror pályát fogunk megnézni, és nagyon jóra sikeredett. Ezek a horror pályák valamiért mindig jobbak. Talán azért, mert itt jobban ráfeküdnek az effektekre, ugye, hogy ijesztő legyen, és ettől látványosabb lesz, meg izgalmasabb. Jó, mint egy átlag pálya. Na, a pálya az végig full angol nyelvű, szóval egy hatalmas liter water az egész, és érdekes, hogy a levél az e-mailbe is angolul írt, azt írta, hogy hi, Csabusa, vagy ahogy szokták mondani, Xabusa, it's my map, tehát gondolom a készítő sem magyar, hanem csak így meglátta, hogy kalandpályákat játszok végig, de rendben, miért ne, ha elküldte. Szóval, a készítő Remo, mondjuk ezt nem tudom, hogy kéne angolosan ejteni, Remo pályáját, a The Orphange-et, vagy... The Orphange. Akkor lássuk is. Indulásra egy szobában vagyunk, ami tele van tapédázva táblákkal. Most én tudom, hogy később a pályán nem használ táblákat a beszédeknél, hanem a tarot, tehát a chatre írt. Hogy itt az elején miért jó neki így, hogy mindenhova táblát rakott, azt nem tudom. A pályához kapunk egy resource packet, úgyhogy a maximális élmény kedvéért ezt most berakom, és így nézünk ki. Annyi észrevétem már így az elején, hogy hát a tábláknak túl sötét a háttere a szöveghez képest, tehát jobb lett volna egy világosabb tábla. Az egyik falon egy köszönet nyilvánítás van, és leíró több helyről szedt össze a textúrákat. I used some textures from Silent Hill. Na jó, ezt nem fogom erőltetni. Oké, okay, másik fal. Ez a kedvenc táblám, azt írja Haritanin, Turkce, Versión, Vardir. Úgy tűnik, mintha török verzió, nem tudom, lehet, hogy eredetileg török volt a pálya. Tovább a beállításokra vonatkozó javaslatok. Kommandblokkok legyenek bekapcsolva, partikulök, teljes képernyő, render távolság normál, stb. Világosság, hard, adventure mód, ne rak le, ne törj, zene 0, hang 100, lehet a render távolság kisebb, de nem tiny, azt mondja, no texture pack, egyenlő no fun. Legjobb élményért állítsuk sötétre, és ne játszunk easy vagy peacefulon. Aztán ne aludjunk, mert tönkre megy a játék. Olvassunk el mindent, kövessük a történetet, vagy különben nem fogjuk befejezni, és ne aggódjunk, nincs sok könyv, és nincs bennük sok szöveg. Hopp, találtam még egy táblát, azt írja, nem ásszunk fára, nincsen semmi látnivaló. Harmadik oldal, azt írja, ne felejtsük el a textúra pakkot, vagy különben nem lesz ijeszt a játék, ez egy horror pálya, olvassam már a szabályokat, miatt elkezdeni, valószínűleg ezzel a fallal kellett volna kezdeni. Hát igen, most így a szoba közepén voltam, három fal teleírva, most mégis melyikkel kéne kezdenem. Lehet, hogy pont fordított sorrendbe haladtam. Itt is de van írva, hogy ne aludjunk, mert tönkre megy a játék. Írjunk hozzászólást meg nélkülük, ahonnan letöltöttük, és már itt elkezd minket belevinni a hangulatban. Ez nem csak Minecraft. Nagyon jó, tetszik. Van egy láda tele napszemüveggel. Ezt most így utólag nem értem, hogy miért van itt, ugyanis éjszaka fog játszódni a pálya, de oké. Okay. Én megpróbáltam a jobb gombbal fölvenni, hát leraktam, ugyanis ez a tököt cseréli le. De semmi gond, kommandok sensei tudásommal kiavítom a hibát. Úristen, hogy nézek ki? Hát igen, ugye az oroszlának följe van a szeme, mint Steve-nek, akinek ugye középen van. Hogy lehet így napszemeget hordani? Figyelem, a most következő tartalom nagyon ijesztő lesz. Nem ajánljuk gyerekeknek, időseknek és gyenge immunrendszerrel vagy béltóval rendelkezőeknek. Ha a következő 5 másodpercben ön megijed, kérjük ne nézze tovább a videót. Jó, hát nagyon szexi vagyok, akkor nem maradt más, nyomjuk meg a start gombot. Nem csináltam róla felvételt, de amíg összeszedi magát, addig gyorsan elmondom, hogy a negyedik falon van a történet. Ami azt írja, hogy tehát megyünk haza egy hosszú utazás után, igen, és üzemanyagra van szükség, mert hogy kifogytunk belőle.
és hogy ott váltunk a kocsinál, de nem jött senki, vagy nem segített senki. Aztán végül elhatároztuk, hogy elhagyjuk a kocsit, és keresünk egy helyet, vagy valami menedéket. Ennyi. És most itt vagyunk. Az alapsztori az ugye a teljesen átlagos, tehát lerobbant a kocsi, és akkor feldezzük fel a helyet, de nem is emiatt fogjuk szeretni ezt a pályát. Itt is vagyunk, sötét van, nem tudom, fog-e hallatszódni a videóban, de van egy ilyen folyamatos háttérzúgás, háttérzaj. Nagyon hangulatos, tiszta horror film, tetszik. Az út is jól néz ki, tetszik a textúra pak. És hogy menjünk tovább, jön egy kiírás. There are no cars around. Oké, abba hagyom. Tehát nincs itt kocsi, találnom kell egy menedéket, jó, fordítom? Na mindegy, majd lehet szívni a megjegyzéseknél. Tehát először azt kell találnom, utána pedig egy járművet. Kicsivel arra billog egy kapu, szöveg. Végre találtam egy helyet, ahol reggelig tekkolhatok, szabad fordítás, és ki van rá írva, hogy Orphans. Azt írja árva ház, remélem beengednek éjszakára, de hogy jutok be? Természetesen a kerítésen kell bemászni. Egy véres csík? Mi történhetett? Eddig nagyon hangulatos a pálya, látszik, hogy van hozzá érzéke a készítőnek, és ennek fényében nem mertem átrappolni a vércsíkon, inkább átugrottam. Azt figyeltétek? Valaki ott volt az ablakban, aztán eltűnt. Írta a hangulatos. Ez a kedvenc effektem a pályán, nagyon jó. Aztán bemegyünk a házba, bár ideig minden jel azt sugallt, hogy fuss innen, amíg van lábad. És ugye általában a horrorfilmekben is ez van, hogy minek mész a sötétbe, minek mész be oda, minek nézel be oda, de hát kíváncsi vagyunk, hogy mi fog a pályán történni. Aha, azt írja, ez a hely öreg, remélem még van itt valaki. Lány egyenlő segítség. Kicsit fura jelölési ezzel beszédnek, de oké. Tehát segítség, kínoz engem. Várj, mi? És azt írja, körül kéne néznem. Egyébként a ház tök jobban van rendezve, tehát minden szobának föl lehet ismerni a funkcióját, teljesen jó, korrekt. Ring around the rosy, a pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Igen, most azt láthatjátok, amikor elgondolkoztam azon, hogy rákattintsak-e a kilépés gombra, de végül folytattam mindent a szórakoztatásért. A pincében az infarktus közeli élmény után találhatunk két könyvet. Az egyik azt írja, hogy napló is ezt olvasd először, hát akkor ezt olvassuk először. Kedves napló, azért írok, mert nincs barátom, kivéve Alice-t, de ő nagyon csendes mostanában, ő még a tanárnak sem válaszol, azért, mert képzeletbeli barátai vannak, na, és mindenki piszkálja őt emiatt. Remélem, jól fordítottam. Második oldal, kedves Dairi. De ez kedves napló akar lenni, tehát kedves napló, ma nem találtam Alice-t, nem volt az ágyában, amikor felkeltem. Megkérdeztem a tanárait, de ők se tudták, és remélem, hogy holnap visszajön. Kedves napló, ma visszajött Alice, de nem olyan volt, mint a régi. Olyan furcsa volt, és a képzeletbeli barátjáról beszélt, aki közel van az ő ágyához. Igen. És a művészet tanár lekiabálta őt, mert nem rajzolt kertet, hanem helyette egy piros kört. Kedves Dairi, most nézd, hogy minden oldalon elírtad, de rossz. Tehát minden nap imádkozom Anizért, mindenki piszkálja őt, és ezért ő sír a WC-ben, és én remélem, hogy újra jól lesz, majd hiányzik. Lecsuk a jegyzetet. Szara vagyok, és elvérzem, ha valaki ezt olvassa, meg kell állítanod Alice-t. Amikor felkeltem, mindenki halott volt, Alice már várt rám a bejárati ajtónál. Megkínzott engem, de ilyet volt.
a képzeledő barátja irányítja őt. Ha olvasod ezt a jegyzetet, meg kell állítanod őt, különben nem fogod túlélni. Ahhoz, hogy megállítsd, krétával rajzolnod kell az ő piros karikáin. Most így angolból igazából nem is derül, hogy putocsok, vagy nem tudom, hogy ez egy kifejezésnek számít, és akkor azt jelenti. Tehát a lényeg az, hogy krétával X-eket kell rajzolni ezeken a köröket, amik szét vannak szórva a házban, és meg kell találni őket. Hát akkor keressünk! Első helyszín a konyha, ugye teljesen jó fölismerhető, nagyon jól be van rendezve, ahogy mondtam. A ládákban azt hiszem nincsen semmi, nem is fogom bevágni, majd ha van valami, akkor azt bevágom. De úgy emlékszem, hogy nem kellett semmit gyűjteni, csak a krétákra van szükségünk. Ebédlő. Jó, a kajákat azokat elvettem, hiszen hát ha szükség van rájuk. Uszoda. Szép graffiti a falon. Na, végignézzük a WC-ket, lehet izgulni, hogy lesz-e valami ijesztés. Másik kedvenc effekt ez a lábnyomos, nagyon állat. Igen, és ugyanaz az effekt, mint a másodiknál. Igen, és mindegyiknél az ugyanazt játssza le egyébként. Szóval először még ijesztő, aztán az ember a második után megtanulja, hogy ó, hát ez mindig ugyanaz lesz, és tényleg. Szóval ijesztőbb lett volna, hogyha más effektet játszik le. Konferenciaterem, szintén korrektül berendezve, meg egy inspiráló festmény. Első emelet, van itt vetítőszoba is. Mostó, játsszuk még egyszer a WC-ajtós jelenetet. Nem tudom hallani a videóban, de amint beléptem ide, egy ilyen csöpögős effektet kezdett el lejátszani. Nagyon állat. Lássuk a tantermeket, szintén korrektül be vannak rendezve, ezt mondanom sem kell. A ládákban semmi hasznos, itt ezekben nincsen semmi ijesztés, viszont vannak ilyen szép rajzok. Van igazgatói iroda, innen nyílik a tanári szoba, itt van egy ilyen kis valami, hogy tanári hálószoba, hát nem vitte túlzásba. Adagsor. Biztos, hogy le akarok én menni az adagsorba? Van egy olyan érzésem, hogy direkt ott is van egy ilyen mindent a szórakoztatásért. Ó, igen, és beindul a szívdobogás. Élvezzétek! Főhősünk úgy gondolja, hogy ez volt az utolsó, meg hogy valami hang jön felülről. Oké, na én léptem. Na ettől a hangtól tényleg majdnem összecsináltam magam. Az van, hogy a póknak lecserélte a hangját. Szerencsére pont a még följebb vezető lépcsőhöz rakta, fegyverünk pedig nincsen, úgyhogy itt volt egy kis action rész. Meg egy liter volt. Fönt vannak a hálószobák,
Végignéztem a ládákat, amíg a pók nem tudom lehányta az ajtót. Utolsó hálószoba. Ott valami mozog. Azt mondja, végre elment, és meg vagyunk könnyebbülve. Hopp, egy kulcs, mégsem annyira fölösleges belenézni a ládákba. Elhagyhatjuk ezt a helyet. Nem is kell kétszer mondani. Oké, ez nem úgy tűnt, mint hogyha elment volna. És egyébként csillagos ötös ijesztés, szóval tényleg nem számít rá az ember. Ezt hősünk is észreveszi. Mi? Ő még itt van. Be is szól Eliz. Tényleg azt gondoltad, hogy megöltél? De segít nekünk, Sarah, van egy kulcs a ládában. Gyorsan, van egy sufni az épület mögött, ott még van egy kör. Azt mondja Eliz, erre fogd be, te nem értheted meg, hogy én milyen erős vagyok, és meg fogsz halni, mielőtt elérnél oda. Hölgyeim és uraim, véreső. Meg is van a kör, gyorsan a krétát. Azt mondja, szerem megcsináltad, köszönöm, most már szabad vagyok, és találkozz velem a kapunál. De még mindig esik a vér. Odafelé megszólal Sarah, azt mondja, tudod ki vagyok? Én vagyok Alice. Én vagyok Sarah. A varázslat nem azért volt, hogy megöljön engem, hanem hogy itt tartson. Köszönöm. És újra a házban vagyunk, üdv a pokolban, meghalsz. Nagyon vicces lesz végignézni, hogy lassan meghalsz. Igen, ez az a része, ahol az ember elkezd pánikba esni, hogy most mi a francot kéne csinálni, elkezd szaladgálni, teker az agya, hogy mit csináljak, hogy ne halljak meg. Én megpróbáltam magam telekajálni, hogy hátrad, de esélytelen volt. Egy kis szobában éledünk fel, amiben van egy láda, amiben van egy könyv, amiben le van írva, hogy mi a befejezés, ha esetleg idő előtt halnak meg. Aztán az egyik fal tele van firkával, köszönettel, hogy játszottunk, meg lájkoljunk, meg szóljunk hozzá, és jelentsünk bugokat is. Van egy ajtó, ami visszavezet a kezdőszobába, gyorsan van összegzés, azt hiszem nem is kell nagyon, hiszen láttátok, szép effektek, szép építés, persze azért ott van mögötte egy textúra pak is, ami sokat tud dobni rajta, de akkor is jól kihasználta. Aztán a történet is jó. Nem volt hosszú a pálya, de nem is kellett. Tetszett a fordulat benne, meglepő volt, és teljesen korrekt, teljesen jó, élvezhető, nem is tudok ilyen negatívumot mondani. Talán csak annyit, hogy ugye a tábláknál, hogy minek kellett az elején ennyit táblázni, meg rossz a textúrája, nagyon sötét, világosabb tábla kéne, hogy jobban kijöjjön rajta a fekete szöveg, meg a krétázásnál, hogy mindig ugyanaz az effekt volt, az már nem volt ennyi, ezt ugye második után már. Számított rá az ember. Jó. Szóval jó volt ez a pályam, és aminek a címe az volt, hogy The Orphan. A kézikönyv óvjon. Csabusa a Command Block Sensei.